Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Üdvözlöm Önöket, ez a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kultúrpolitikai podcastje. Ficsor Benedek vagyok. Mai vendégem Tóth Krisztina, költő, író, műfordító. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. És mielőtt még elkezdenénk a beszélgetést, ahogy megszokhatták, a kötelező közérdekű közlemény, a Magyar Hang, mint tudják, elsősorban az olvasók, nézők támogatásának köszönhetően működik, úgyhogy kérjük Önöket, hogy amennyiben tehetik, fizessenek elő a lapunkra, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon. Nagyon szépen köszönjük. És első kérdésként arra gondoltam, hogy egy visszatérő olvasói és mondjuk egy kritikusi véleménnyel kezdeném. Sokan vetik föl Önnek, ahogy az interjúkban és beszélgetésekben is elhangzik, hogy depressziósnak, depresszívnek tartják az írásait, amit én személy szerint nem osztok, mert különösen a legutóbbi, ahonnan látni az eget, című novellás kötetének írásai számomra kifejezetten optimista vagy pozitív végkicsengések, de ez ennek ellenére mégis visszatérő, hát nem tudom, a kifogás talán erős szó, de mindenesetre vélemény az olvasóktól, hogy mit gondol az, hogy mennyire tartanak egy irodalmi szöveget depresszívnek, az összefügghet a társadalmi környezettel, hogy amúgy is egyre komorabban látjuk a világot, egyre több olyan esemény történik körülöttünk, ami miatt hát, sötétnek érezzük a jelenet, hogy ez hatással lehet az irodalom elfogadására, és ezért láthatják esetleg depresszívnek az írásait? Biztosan van ebben igazság. Én egyébként nem gondolom, hogy sötétek lennének az írásaim. Nem azt mondom, hogy harsognak az optimizmustól, de szerintem tele vannak humorral. És próbálják megragadni a világ abszurditását. Ehhez bőven kínálkozik alapanyag, szerintem. Biztos, hogy összefügg azzal az olvasói elvárással, hogy az irodalom nyújtson vigaszt, reményt, és kapcsoljon ki. De én nem gondolom, hogy az irodalomnak az lenne a feladat, hogy kikapcsoljon. Sokszor szembesülök azzal, hogy az emberek azért mennek mondjuk színházba, hogy felhőtlenül szórakozzanak, és egy könyvet is azzal az igénnyel vesznek kézbe, hogy örömöt találjanak, és teljesen megfeledkezhessenek arról, ami a világban zajlik. Annak idején, amikor Mánditól megkérdezték, én még ismertem őt, és írt is nekem fülszöveget, és mondhatom, hogy jóban voltam vele. Amikor tőle megkérdezték, hogy miért ír ilyen szomorú novellákat, akkor mindig azt válaszolta, hogy kérem szépen, az irodalom az nem aszpirin. És én is azt gondolom, hogy nem választ kell adnia, és elsimítani a problémákat, hanem éppen, hogy a legégetőbb és legfontosabb dolgokra kell felhívnia a figyelmet. És éppen ezért, ami engem nyugtalanít, arról próbálok írni, olyan módon, hogy az olvasót is kezdje el nyugtalanítani. És megpróbálom rávenni, hogy velem együtt gondolkodjon. És igyekezik tovább gondolni ezeket a dolgokat. Tehát az irodalomnak nem válaszokat kell adnia, hanem égető kérdéseket föltennie. És ez mondjuk az aktuális környezetben, amikor ugye már ilyen szitok szóba vált, megváltozott médiafogyasztási szokások, a TikTok generáció, és minden olyan felület, ami hát mondjuk az irodalom vagy az olvasás ellenében hat, vajon az a szép irodalomnak ez a funkciója, ez a hát mondhatjuk szerintem, hogy öröktől való funkciója ez a kérdésfeltevés, ez ugyanolyan erővel hathat, tehát hogy megvan az a közönség még, akik nyitott füllel állnak az ilyen irodalomhoz? Ez egy érdekes kérdés, valóban így van, és fölmerül a beszélgetésekben. Nem tudom, hogy egy írónak kell-e ezzel foglalkoznia őszintén. Tehát, hogy a megváltozott olvasói szokásokkal, elvárásokkal nekem, mint írónak van-e dolgom, és utána kell mennem olvasói igényeknek. Én nem vagyok benne biztos, hogy igen. Azt hiszem, hogy ez megakadályozná azt, hogy én befelé figyeljek, és továbbra is monomániásan azt csináljam, amit eddig csináltam. És
Gondoljon csak bele, hogy hány évtizeddel temetjük a nyomtatott könyvet és siránkozunk, de azért még mindig vannak olvasók. Nem fogytak el. És ha nem is jut el tömegekhez, azt gondolom, hogy akit meg kell szólítania ezeknek a műveknek, azokat megfogja. Meg fogják ezek a művek szólítani. Tehát én nem gondolom, hogy kétségbe kellene esni, és azt se gondolom, hogy utána kellene menni ezeknek az igényeknek, és mondjuk változtatni az írói attitűdön, vagy törekedni arra, hogy mondjuk nyomatékosabban jelen legyek a közösségi médiában. Én nem hiszem, hogy ez nekem feladatom. Van egyébként, aki ezt nagyon jól csinálja, ez írói alkattól függ. Tehát van, aki tökéletesen tud ehhez idomulni, mert jól érzi magát ebben a szerepben. De én a hagyományos írói szerepben érzem jól magam, vagyis én az asztalomnál szeretek ülni, és a szöveggel babrálni. És tulajdonképpen nehezemre esik kifelé figyelni és előjönni a kis kuckomból. Tehát, hogy én abban hiszek, hogy ezek a könyvek megtalálják az olvasóikat. Ja, volt egy pár évvel ezelőtti, illetve a közelmúltban készült tárki felmérés az olvasók számára, az olvasó közösségről Magyarországon. Ugye ez egy évtizedes összevetésben vizsgálhatja, hiszen ugye időről időre elvégzik ugyanezt a felmérést, és elég szomorú végeredménnyel járt, majdnem a felére zsugorodott az olvasó közönség, akik rendszeresen vesznek kezükbe könyvet. Hogy íróként azzal szembesülni, hogy bár ugye mondta, hogy nem fogytak el az olvasók, de a táboruk drasztikusan zsugorodik, hogy ezzel szembesülni íróként, az milyen érzés, hogy lehet feldolgozni azt, hogy egyre kevesebben vehetik kézbe a könyvét? Nézze, nekem annyi más dolog van az életemben, amin esetleg lehet szomorkodni, a feldolgozandókról ne is beszéljünk, hogy én nem hiszem, hogy ezen nekem kell borongani. Én úgy látom, hogy az olvasók azért nem fogynak el. Lehet, hogy a számuk csökken, de én íróként megpróbálok olyan hiteles és olyan színvonalú műveket írni, hogy az én olvasóim megmaradjanak. Ennél többet az ügyért nem tehetek. A gyerekeimet is megpróbáltam, és próbálom olvasásra nevelni, bár kétségtelen, hogy a kislányomon látom, hogy mondjuk, ha telefonozik valamennyi időt, korlátozott időt, akkor utána mennyire lecsökken a koncentráló képessége, és mennyire csak rövid dolgokat képes befogadni. Tehát, hogy ez a fajta szövegfogyasztás, ez biztos, hogy szórja a figyelmet. De nem tudom, hogy egy írónak van-e dolga azzal, hogy erre hasson. Szerintem nincs. Ez most egy talán túlságosan is hipotetikus kérdés, de hogy az a elmélyült figyelem, ami a szép irodalomhoz általában kell, az önszövegeihez meg különösen, legalábbis szerintem, annak a hiánya és annak a elvesztése talán, az milyen hatása lehet, hogyha mondjuk ez a nagyon talán felületesnek nevezhető figyelem dominál majd, meg már most is ez dominál, ami a görgetéshez elegendő, de mondjuk egy komplexebb kép vagy jelenet megértése, ez már annyira nem, hogy ennek, ugye sokan kongatják a vészharangot, hogy egyre kevesebbet olvasnak a gyerekek, egyre kevésbé értenek ezt vagy azt, hogy ebből a szempontból mennyire borulátó, vagy mennyire optimista? Még mindig ugyanannál a kérdésnél toporgunk, de én szívesen megállok itt. Azt hiszem, hogy ez a fajta olvasás, ez a nagyon rövid, intenzív, érthető üzeneteknek kedvez. Az irodalom viszont ennél komplexebb és bonyolultabb dolog, és én olyan fajta novellákat, történeteket írok, nem beszélve a versekről, amelyek intenzív olvasói jelenlétet igényelnek, és elidőzést. És kifejezetten azt várom az olvasótól, hogy lassuljon vissza. Szerintem sokan elkezdtek visszalassulni, és visszatérni egy korábbi, élhetőbb ritmushoz. Visszatérve egy kicsit az első kérdéshez, az olvasók véleménye a depresszió, depresszív szövegekről. Erről
vagy ehhez kapcsolódóan van egy igény az olvasóban, legalábbis ahogy a visszajelzésekből ezt én érteni vélem, hogy megtalálni valamiféle valóságot a szöveg mögött. Ennek egyik leglátványosabb példája a 2022-ben megjelent A majom szeme című regénye volt, ami egy disztópikus világot ábrázol, egy, hát a jelenleginél mondjuk, hogy komorabb, sötétebb jövő, Komorabb és sötétebb. Na ez a kérdés, igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy vajon az az igény, hogy mi mindenképpen ebben a könyvben mondjuk Magyarországra ismerjünk, az az igény mit üzen, vagy árul el a közönségről, és mit arról a korból, amiben élünk, hogy mi mindenképpen azt akarjuk meglátni, hogy az a hát azt hiszem mondhatjuk, hogy riasztó vagy félelmetes kép, amit a majom szeme elénk fest, vagy lefest nekünk, az mennyire illeszkedik Magyarországhoz. Tehát ez szükségszerű, hogy felfedezzük benne a magunk korát és nyomorát? Egy kicsit távolabbról indítanám a válaszomat. Régi tapasztalatom, hogy az egyes szám első személyben írt novellákat, történeteket, az olvasó nagyon gyakran úgy olvassa, minthogyha a szerző beszélne. És ezen én kezdetben mindig megütköztem, mert minden, amit írok, az konstrukció. Az, hogyha én egyes szám első személyben beszélek egy történetben, az egy prózapoetikai megoldás, és azért alkalmazom, mert egy olyan helyzetet szeretnék teremteni, ahol én az író kvázi elmesélek valamit az olvasómnak. De ez nem azt jelenti, hogy ez velem történt, tehát hogy a saját életem anyagát használom. Többször szembesültem azzal, hogy összeolvasnak a történeteimmel. Úgy képzelem, hogy ennek az egyik oka az életrajz alapú irodalomoktatás. Tehát, hogy megtanuljuk, hogy a szerző hol járt, és utána megnézzük, hogy lírájában hol lelhetők föl ennek a nyomai. És ettől összeolvassák az írót az életével. Én jobban szeretek történeteket konstruálni, tehát tőlem meglehetősen idegen az autofikció, és sose éreztem rá igényt, hogy a saját életemről hagyjak nyomot. Még naplót se írtam soha, mert amikor visszaolvastam kamaszkoromban az első naplóbejegyzéseket, akkor halálcikinek gondoltam, hogy 4 nappal ezelőtt ezt tartottam olyan fontosnak. Tehát én nem akarok az életemről lenyomatot hagyni, én valami általánosabb emberi tapasztalatot szeretnék rögzíteni magunkról és a helyről, ahol élünk. És akkor rátérnék a Majom szeme című regényre. Valóban elég sokan egy kvázi NER parabolaként olvasták ezt a könyvet. De én mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy egyrészt azt, ami Magyarországon zajlik, azt nem tartom regényre érdemesnek. Tehát nagyon szeretném, hogyha a könyv szemhatára egy kicsit följebb lenne ennél, és általában tudnék valamit megragadni mondjuk a hatalom és a manipuláció természetéről. Mindig arra törekszem, hogy azt, ami velünk történik azért ez az, azt valami általánosabb tapasztalattá tudjam átszűrni, és megragadni a dolog működésének a lényegét, ha ez így érthető. Tehát, hogy a jelenségek mögött megpróbálni kitapogatni a struktúrát. Hogyan működik egy ilyen gépezet? Milyen pontokon találja el az embereket? Hogyan tudja bevonni a legkülönbözőbb karaktereket ebbe a működésbe? Hogyan működik az alávetettség? Hogyan gyűri maga alá a hatalom? A különböző figurákat. Tehát engem ez érdekelt igazából, és azt is értem, hogy sokan ezt egy az egyben olvasták, és egyáltalán nem állítom, hogy a saját tapasztalataim és mindaz, ami körülöttünk zajlik, az mozaikokban ne került volna bele a könyvbe.
De nem ennek lenyomatát kívántam adni, hanem megérteni ezt a szisztémát, a működési elvét. És azt, hogy ha mindazok a folyamatok, amelyek körülöttünk zajlanak most, tovább mennek, akkor ennek milyen lehetséges kimeneteli pontjai vannak. És az, hogy ennek ellenére a közönség konkrét eseményekhez, akár konkrét személyekhez is, bár ez talán ritkább, de hogy konkrét személyekhez is köti az általánosságot, a lényeget, vagy a jelenségek mögötti struktúrát, az feltételez valamiféle igényt, hogy az irodalom képviseleti szövegként, képviseleti művészetként működjön? Tehát, hogy mint egy reagálva azonnal az aktuális eseményekre, és hogy dolga ez egyáltalán az irodalomnak? Ez egy bonyolult kérdés szerintem, Benedek, mert mindnyájan azért olvasunk, hogy tükröződjünk a művekben. Mindnyájan azért olvasunk, hogy megértsük a saját történetünket, és rádöbbenjünk, hogy a saját egyedinek gondolt szenvedéstörténetünkkel nem vagyunk egyedül a világban. Hogy minden megtörtént már. Tehát amikor olvasunk, akkor ezt a ráismerést keressük egy kicsit. Ami a képviseleti irodalmat illeti, hozzá kell tennem, hogy én ahhoz a rendszerváltás előtti nemzedékhez tartozom, amelyiknek annak idején tökéletesen elege volt a képviseleti költészetből, és tulajdonképpen a szocializmus éveiben röhögtünk ezen. És Petri és Tandori kezdett el valami egészen más csinálni, sőt Petri aláhúzta, hogy ő csak egy személy kíván lenni, és nem egy közösség nevében beszélni. Tehát, hogy valami sokkal személyesebb dolgot akartunk megfogalmazni. Ugyanakkor mondjuk az utóbbi évtizedben, vagy akár tágabb időszakot is mondhatok, olyan súlyos dolgok történtek körülöttünk a társadalomban, amelyekről az irodalom nem tudomást venni. Azt egyébként nem gondolom, hogy az írónak ez vagy az lenne a dolga, hiszen ha ezt mondom, akkor programköltészetről. Programirodalomról beszélünk, és nem hiszem, hogy úgy lehet hiteles műveket írni, hogy az író odaül az íróasztalhoz, és azt mondja, hogy ma erről és erről az égető társadalmi problémáról fogok írni, mert fontos, hogy az író fölemelje a szavát. Tehát ilyen direkt módon nem lehet hozzányúlni témákhoz. Én csak úgy tudok valamit hitelesen megírni, hogyha olyan dolgot kezdek el feldolgozni, ami engem gyötör, foglalkoztat, engem nem hagy nyugton. Évek óta izgatott például a manipuláció kérdése, hogy hogyan működik a propaganda sajtó, hogyan vezetnek minket az órunknál fogva, hogyan piszkálnak fel indulatokat, és aztán terelik ezeket az indulatokat meghatározott irányba, hogyan lehet üvöltő csürhét csinálni békés emberek csoportjából. Ez például egy égető kérdés, de nem program, hanem valami, ami engem izgatott, és szerettem volna utána járni a lelki mozgatórugóinak, és megérteni, hogy ez a gyakorlatban hogyan működik. Tehát azt hiszem, hogy úgy tudok képviselni másokat, hogyha olyasmiről írok, ami engem kínoz. Mm. És én keresem a válaszokat, én mint szerző. Mm. És ha én mint szerző utána megyek, és elkezdem végig gondolni ezeket a dolgokat, akkor talán hitelesen meg tudom írni. A másik dolog, ami fontos szerintem, hogyha nagyon nagy a frusztráció egy társadalomban, akkor mondjuk a miénkben most szerintem nagyon nagy, ezt azért talán kijelenthetjük, akkor mindenki elkezd más csinálni, mint ami a dolga. És tulajdonképpen
úgy érzem, hogy a hatalom ezzel nagyon elégedett. Ha, az író nem ír. Elkezdett újságcikkeket írni, rövid, érthető üzeneteket azért, hogy szerepelje a benne felgyülemlett feszültséget. De valójában azt hiszem, hogy ezeknek a nagyon közvetlen szerepajánlatoknak azért kell ellenállni, mert ezek a feszültségek aztán kondenzálódnak, és egy irodalmi műben talán általánosabb módon megfogalmaznak dolgokat. Tehát, hogyha közvetlenül megírom, hogy micsoda disznóságok történtek, akkor én egy újságíró szerepét veszem át, holott az írónak egy picit valahogy meg kell próbálni hátralépni, és általánosabb érvénnyel megragadni azt, ami velünk történik, hiszen azt azért látjuk, hogy ez egy mintázatba illeszkedik. Ez már megtörtént. Rettenetes azt gondolni, hogy meg is fog, de végül is mindaz, ahogy a hatalom gépezete most működik, mindaz, ahogyan manipulálja az embereket, ahogyan uszítja őket, ahogyan belenyúl a magánszférába, belenyúl a kultúrába, ahogyan megpróbálja megfelelő hívószavakat megtalálni, hogy minél több embert mozgósítson és dühítsen. Ez azért már megtörtént. Hát azért már láttunk erre példákat. Nagyon sötét példákat. Tehát, ha egy picit sikerül hátralépni, akkor talán rá tudunk mutatni párhuzamokra, hogy hé, emberek, vegyétek már észre, hogy ez nem először történik velünk. Azt akarjuk, hogy megint megtörténjen, újra és újra. Tehát, hogy ha egy picit hátralép az író, akkor történetbe tudja ezt foglalni. És ha mindenki más csinál, mint ami éppen a dolga, akkor könnyebben leszünk manipulálhatóak. Tehát szerintem ezek hálás szerepajánlatok, hogy menj ki az utcára, kiabálj, mondd el minél több embernek. De amíg az író ezt csinálja, addig nem ír könyveket. És akkor azt mondja a hatalom, hogy ha, már ő se ír. Még egy kiesett. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ezek a rövid távú feszültség oldó stratégiák, ezek feltétlenül a javunkra szolgálnak. Ezt most nem tudom pontosabban megfogalmazni, de azért vannak ezzel kételjeim. Az is egyébként egy hálás szerepajánlat, hogyha az író közvetlen politikai eseményekre reagál nagyon közvetlen módon, és az emberekben ez oldja a feszültséget. De közben nagyon fontos az, hogy a művek is elkészüljenek. Mindennél fontosabb. És mennyire könnyű elválasztani a magát egy szerzőnek, ön szerint a jelenlegi hiszterizált társadalmi viszonyok között ettől, hogy ne vegyen részt, hogy ne válaszoljon a hatalom szempontjából megfelelően erre a szerepajánlatra, hanem maradjon annál, ami a dolga? Borzasztó nehéz szerintem. Nagyon-nagyon nehéz. És mondjuk egy hét alatt történik az ember, mondjuk rövid egy hét alatt annyi minden történik az emberrel a saját személyes életében, hogy legszívesebben azonnal Facebook bejegyzést írna belőle. Csak érdemesebb eltenni ezeket a mozzanatokat, történeteket, agresszív figurákat, és azt mondani magamban, hogy nem baj, öreg, majd jól megírlak. Majd lesz te belőled még szereplő. Tehát, hogy talán gazdaságosabb, lelkileg nem gazdaságos működés, tehát nyilván sokkal egészségesebb azonnal megírni. De én megpróbálom eltenni későbbre ezeket az idézőjelben élményeket. És a kulturális élet egészére miként hat az a hatalom területfoglalás, vagy hatalmi területfoglalás, aminek ugye szemtanúi vagyunk most már jó pár éve, mert ugye a személyekre miként hat, az most szóba kerül, de hogy vajon a kultúrát mennyire befolyásolja minden? Elképesztő rombolóan hat, azt gondolom, tehát megszünteti a
sokszínűséget. Most például nem tudom nem szóba hozni azt, ami a Szépírók Társaságával történt. Biztosan tud róla, hogy 0 forint támogatást kapott. Az az írószervezet, ahol nyugodtan mondhatom, hogy a legjelentősebb írók vannak, tehát akik ma dolgoznak Magyarországon, és az az írószervezet, amelyik évek óta középiskolákban diákoknak próbálja közvetíteni a kortárs irodalmat. És megint azt a törekvést érzem, hogy szüntessük meg, töröljük el ezt az egész társaságot. Nem kellenek ezek a hangok, csak itt zavarják a vizet. Csak az a tévedés van mögötte, hogy lehet támogatni más írókat, de kinevezni írókat, és olvasókat gyártani mégse lehet. Tehát lehet, hogy ezek az emberek mondjuk nem fognak eljutni középiskolába, mert a középiskola a Szépírók támogatása nélkül mondjuk nem fogja tudni kifizetni Hály János meghívását, vagy Závada Pál meghívását, de attól még olvasók lesznek. Tehát persze arra is van törekvés, hogy a könyvpiacot teljesen átformálják, és ott is háttérbe szorítsanak mondjuk könyvkiadókat, és évek óta látjuk, hogy ez a törekvés talán nem is sikertelen, tehát mégis azt gondolom, hogy írókat nem lehet gyártani, és nem lehet olvasókat toborozni nekik, tehát attól még, hogy valaki nem tudom hány elismerést kap, és Kossuth díjat, attól még nem lesz ugyanolyan író, mint a másik, akinek vannak olvasói. Tehát, hogy ez hülyeség szerintem, és ez a döntés tényleg olyan rettenetes frusztrációról és paranójáról tanúskodik, ami szerintem nevetséges. Ugyanaz a paranója tükröződik benne, amilyen vehemenciával mondjuk megtámadnak írókat, ahogy engem is megtámadtak, meg másokat is időnként. Azt gondolom, hogy túlértékelik az irodalom hatókörét, komolyan mondom. Tehát legszívesebben azt mondanám, hogy fiúk, mindenki vegyen egy hideg zuhanyt és nyugodjon meg, ennyire azért nem hat az irodalom. Tehát nem kell gépfegyverrel lőni rá, nincs ennyi olvasó, amennyire ők rettegnek. És abban bízom, hogy a Szépírók Társasága így is túl fog élni ebben a nehéz időszakban, és hogy olyan erős emberek vannak ebben a társaságban, hogyha kell, akkor majd ingyen felolvasnak, ha kell, másfajta formákat fognak találni, és biztos vagyok abban is, hogy lesznek civil támogatók, akik nem hagyják ezt az újabb területfoglalást. Annyi mindent láttunk már mondjuk az akadémiától, a színművészetiig, és tényleg sorolhatnám a példákat, tehát látszik, hogy teljes szerkezeti átalakítás van, és a szerkezeti átalakítás egy idő után mélyebb és mélyebb struktúrákat érint, és már eljutottunk az írószervezetekig, és már eljutottunk az egyes személyekig, és egyes személyeket is meg lehet támadni, és karaktergyilkosságot követni el, és fölépített kampányokban rombolni szervezetek, emberek arculatát, de ettől még működni fog. Tehát én egész biztos vagyok benne, hogy mondjuk a Szépírók Társaságát egy ilyen döntéssel talán nem lehet kicsinálni, bár erre erős a törekvés. Ugye már említett Majomszemet című regényét újra előveszük egy picit, ahol a manipuláció mellett az opportunizmus, a hatalomhoz való dörgölőzés is, illetve a hatalom elvárásai szerint való viselkedés is megjelenik. Ugye ez sokszor fölmerült a kulturális életben, hogy a forráshiányos
területen a pénzosztó szerepe felértékelődik. És amikor ezt a pénzosztó szerepet az állam magához veszi, akkor az óhatatlanul is egyes szereplők korrumpálásához vezethet, hogy e tekintetben hogyan látja a kulturális életet, és mennyire osztotta meg vajon ez a, mondjuk akkor maradjunk az irodalomnál, ez a pénzosztás, az állami pénzosztás, a nagyon egyértelműen kiosztott pénzek, mennyire osztották meg az irodalmi életet? Rettenetesen megosztották, és hát tudja, hogy nem csak az irodalmi életet, tehát ugyanez lezajlott mondjuk a tudományos életben is, mondjuk a kutatásnál, tehát hogy tulajdonképpen műhelyeket vert szét, és azt kell mondanom, hogy erre barátságok is rámentek. Gondoljon csak arra, ennek azért volt visszhangja mindenütt, hogy mekkora port vett fel, amikor bizonyos írók elfogadták a Térei ösztöndíjat, bizonyos írók visszautasították, vagy eleve leiratkoztak a listáról. Én erről azt gondolom, hogy senkinek nincs joga, hogy ő legyen az erkölcs feltartott újja. Tehát senki nem mondhatja azt, hogy nagyon helytelenül jártál el, amikor elfogadtad ezt, aláástad az írói hiteledet. Én senkinek a nevében nem hozhatok döntéseket, mindenki a saját életéért és írói pályájáért felel. Tehát ha X vagy Y azt gondolja, hogy ő olyan műveket fog létrehozni, amelyek megérik ezt az áldozatot, és a hosszú távú céljai érdekében kénytelen rövid távú életstratégiákat követni, akkor nekem, egy másik írónak nincs jogom, hogy azt mondjam, hogy ne írd meg azt a művet. Honnan tudom, hogy nem lesz tényleg annyira fontos, hogy hiányozna a magyar irodalomból? Tehát ki vagyok én, hogy ezt megítéljem? Tehát, hogy én erről nem dönthetek, nekem lehet személyes véleményem, de nem lehetek én a feltartott új. Mert ez nevetséges, ez a szerep. Egyébként is nevetséges. Tehát társadalmi szint. Egyébként is nevetséges, tehát társadalmi szinten is nevetséges. Nagyon-nagyon megosztotta az író társadalmat, nem csak ez, sok egyéb is, tehát kimegy el mondjuk a Petőfi Irodalmi Múzeumba, kifogadja el a PIM támogatását. Azt kell mondanom, hogy olyan sűrű szemű háló mondjuk a Petőfi Irodalmi Ügynökség, hogyha ki külföldön megjelenik, az nem nagyon tud enélkül, a támogatás nélkül megjelenni. Mert nagyon sokszor egy külföldi könyvkiadó mondjuk nem tudja kifizetni az író meghívását, de szeretné megmutatni a könyvet, vagy szervezni valamit a könyvnek. Nagyon nehéz ebben a teljesen elaknásított kulturális közegben úgy lépegetni és balettozni, hogy az ember ne lépjen aknára. Lehet persze keményen ellenállni, de azt hiszem, hogy azt tud a leginkább ellenállni, akit nagyon kevés helyre hívnak és nem fordítanak. Én azt gondolom, hogy rendkívül hősies dolog azt mondani, hogy semmilyen pénzt nem fogadok el külföldi utazáshoz, hogyha az illetőnek nincsenek fordításai külföldön. Tehát akit egy nyelvre se fordítanak, az nagyon klasszul ellen tud állni, de akit mondjuk több mint 20 nyelvre fordítottak, az folyamatosan erre a tojáshéjtáncra kényszerül. És ez sem kényelmes egyébként, tehát állandóan azon kell gondolkodni, hogy hol van a határ. Van ebben állami pénz? Ha van, mennyi van? Elmegyek egy rendezvényre, mondjuk, ahol egy számomra nagyon fontos ember születésnapját ünneplik, de ez a számomra fontos ember mondjuk a Petőfi Irodalmi Múzeumban találta megszervezni a születésnapját. Volt ilyen eset. Egyébként akkor azt gondoltam, hogy nekem fontosabb a személy. De hogy ez állandó mérlegelés tárgya. Tehát az ember már lassan sokkal több időt tölt mérlegeléssel, mint írással. És az ugye szóba került többször is az abszurd helyzet, amiben élünk, ami nem csak a fikcióban, de most már a valóságunkban is talán meghatározó, hogy ez a környezet mondjuk egy olyan kulturális vagy társadalmi környezet, ahol a bizonyos könyveket befúliáznak, bizonyos kiállításokat betiltanak, vagy legalábbis a fiatalok számára, hogy a fiatalok elől elzárják,
és aztán leváltják az igazgatót a folyamat végén, hogy egy ilyen környezetben hogyan lehet a kultúráról, magyar kultúráról még eszmét cserélni? Lehet-e egyáltalán nélkül, hogy ez az abszurditás ne írja felül azt, amit a kultúra talán jelentene egy ideálisabb világban? Ha az ember mindezt távolságból nézni, időbeli és fizikai távolságból, ami most zajlik, akkor azt hiszem, hogy díva jó lehetne szórakozni rajta. Ilyet egy író nem tudna kitalálni. Tehát valóban elértük az abszurditásnak olyan fokát, ami már csak röhögni lehetne, de hát erre mit mondjak, én nem tudok röhögni, tehát csak akkor fáj, ha nevetek. Tehát, hogy én, nekem már az arcomra fagyott a mosoly, tehát amikor az ember elmegy külföldre felolvasni, és a könyv helyett folyamatosan azokra a kérdésekre kell válaszolni, hogy mégis mi zajlik ott nálatok, és tudnál erre valami magyarázatot adni, és miért nem csináltok ti valamit, akkor úgy érzem, hogy elsikkad az, amit megírt az ember, és állandóan aktuál politikai kérdésekről van szó. Teljesen abszurd és szégyenteljes, ami zajlik. Szégyenteljes. Ugyanakkor végtelenül pitiáner és nevetséges is. Tehát amikor a világsajtóban arról lehet olvasni, hogy mi történt a WordPress kiállításon, és hogy aztán leváltották el Simon Lászlót, akinek a neve most mindenhol szerepel, akkor az ember nem tudja, hogy sírjon vagy röhögjön. Tehát el Simon László, amikor fiatal költő volt, akkor valószínűleg nem így képzelte a világhírt. Nem tudom, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Följegyezni, megírni, történetet csinálni belőle. Talán ezt. Ha visszanézünk, visszatekintünk az irodalomra, és nem is feltétlenül a már említett képviseleti költészetre, vagy bármi arra, ami nagyon aktuálisan, vagy nagyon erőteljesen hangsúlyosan reflektálna a valóságra, de mondjuk megnézzük az elmúlt fél évszázad magyar irodalmi termését, és abból kiindulva, vajon az az irodalom, ami ma születik, vagy mondjuk az elmúlt évtizedben, meg mondjuk az előttünk álló évtizedben, az mennyire lesz képes közvetíteni mindazt, ami történik, mennyire értheti meg majd az irodalmi szövegekből az utókor most például azt, amiről itt beszéltünk? Érintettük már ezt a kérdést, csak nem ennyire mélyen. Én azt hiszem, megint elismétlem, hogy az irodalomnak arra kell törekedni, hogy a jelenségek mögötti ismétlődéseket megmutassa, már pedig megmutatja. Tehát Spíró György vagy Závada Pál megmutatja, vagy Krusovszky Dénes megmutatja, hogy nagyon hasonló dolgok történnek velünk, mint amelyek már történtek. Dragomán György megmutatja, hogy nem először történik velünk mindaz, ami történik. Az olvasónak az a dolga, hogy ráismerjen. Íróként nem feltétlenül dokumentálni kell azt, ami zajlik, hanem olyan történeteket írni, amelyek lenyomatot hagynak erről az időszakról, de nem fényképként, ha ez így érthető, hanem olyan értelemben, hogy segítenek megérteni, hogy mi ebben az időszakban miben éltünk, milyen szorongások és kompromisszum kényszerek kínoztak bennünket. Milyen döntéseket kellett sorozatban meghoznunk, és mitől éreztük mégiscsak rosszul magunkat. Mert ez is azt gondolom, hogy a működés lényege, hogy nincsenek jó döntések, nincsenek helyes döntések. Tehát azok az írók például, hogy visszatérjek az ösztöndíjhoz, akik elutasították a Térei ösztöndíjat, azoknak jelentős része kvázi nyomorog. Tehát mindennapi megélhetési gondjaik vannak. Akkor ez egy jó döntés volt, hogyha értékes emberek nem tudnak megélni. Tehát nincsenek jó helyes döntések, nincsenek olyan döntések, amelyek mondjuk morálisan fedhetetlenek. Mert
pici kompromisszumokat szinte mindenki kénytelen megkötni. Most fölmerült egyébként, megint visszatérek a szépírókhoz, hogy a szépírók társaságában sok olyan tag van, aki évek óta visszautasít mindenfajta NKA támogatást és mindenfajta állami közreműködést, és ők fölvetették, hogy akkor nem helyese, hogyha egy társaság is ugyanezt teszi, és emelt fővel azt mondja, hogy akkor nem is kell. Csak hogy egy társaság működésének vannak olyan költségei, amit egy magánember esetleg meg tud oldani a személyes életében, ilyen-olyan segítséggel, de egy társaság már nem. És itt megint fölmerül a kérdés, hogy akkor helyes döntése azt mondani, mondjuk, a mi adónkból származó pénzre, hogy tudjátok, mit nem is kell. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon bonyolult kérdések, és azt hiszem, hogy az egyetlen megoldás az, hogyha az írók megpróbálnak maguknak, ki hogy tud olyan élhető életet teremteni, amelyben meg tudják írni a műveiket. Mert a legnagyobb baj mégiscsak az, hogyha a művek nem születnek meg, hogyha a regények, novellák nem íródnak meg, az baj. Tehát, hogy ha valaki ezt olyan módon tudja megoldani, hogy mégiscsak ösztöndíjért folyamodik, akkor oldja meg úgy. Tehát, hogy a művek fogják igazolni a döntések helyességét, nem pedig a kortársak. És maradva egy kicsit itt a társadalmi és a korlenyomatnál, de valamivel barátságosabb vizekre vezve, én is részt vettem a Budapest nagyregény projektben, ami ugye ezt a nézőknek mondom, hogy ez a Főváros Egyesítésének 150. évfordulója alkalmából november 17-én jelenik majd meg. A Budapest 23 kerületet 23 író idézte meg, ő ugye 14. kerületet, Zuglót kapta, vagy választotta. Ezzel kapcsolatban azt szeretném mindenképpen elsőként megkérdezni, hogy ahogy az Tasnád István a lapunknak adott interjújában elhangzott, ugye ő volt a dramaturgja és szerkesztője a kötetnek, ugye ő is azt mondta, hogy ez végsősorban egy csapatjáték volt, bár ugye mindenki saját maga alkotta meg a saját kerületét, de mégiscsak egy összefüggő történetet kellett ebből létrehozni, hogy az írás laikusként elképzelve egy rendkívül magányos alkotási mód, ez a csapatjátékosság, ez mennyiben változtat, vagy változott-e bármit az alkotási módszerén? Hát máshogy írta azt a fejezetet tudván, hogy még 22 másik íróval kell egy történetet megalkotnia? A felkérés a Budapest nagyregényre eleve úgy szólt, hogy működjünk együtt, és próbáljuk meg összeszőni valamennyire a történeteinket egymással. Tőlem egyáltalán nem idegen ez a fajta építkezés és gondolkodás, hiszen 2011-ben a Pixel című könyvemben már egy olyan szerkezetet építettem fel, ahol szereplők át meg átjárnak a történetek között, felbukkannak, eltűnnek, tehát én könnyen rá tudtam hangolódni erre a működésre. Átnéztem a szinopszisokat az elején, mert az íróktól kértek egy szinopszist arról, hogy hogyan fog kinézni nagyjából a történetük, és igyekeztem olyan szereplőket találni, akik átemelhetőek az én történetembe. Én Németh Gábor, Tábori Pál nevű szereplőjét vettem kölcsön, egyeztettem is vele. Tábori Pál egyébként Kornis Mihály írói neve, de nagyszerű lehetőség volt, hogy a saját sztorimba beleszüljem őt, és Mánvárhegyi Rékától is kölcsönkértem egy szereplőt, aki nálam éppen csak felbukkan egy kölcsön autó erejéig, valakinek kölcsön adja a kocsiját, de ott van a történetben. Tehát én igyekeztem ezeket a szálakat finoman bebújtatni a saját sztorim szövetébe, és azt is gondoltam egyébként, nem hallgattam, vagy nem olvastam még, hogy mit mondott erről
a dramaturg, tehát hogy ő hogyan szőtte össze, de azt gondoltam, hogy 23 szélsőséges individualista nagyon nehezen fog egy olyan egységet létrehozni, ami egy sűrű szövet. Szerintem ez nem baj egyébként, lehet laza szövet is. Tehát, hogyha az olvasó egy-egy szálat észrevesz, az már jó lesz, szerintem. Egyébként ő is ugyanezt mond. Nagyjából ezen a véleményen volt a is, mármint a individualista szerzők tekintetén. Hogy mennyire képes egy ilyen mű megidézni, ugye azt, vagy beteljesíteni azt a célt, amit előre talán kijelöltek ennek a projektnek a létrehozói, hogy ezt a 150 évet a Budapest egyesítése óta eltelt másfél évszázadot úgy idézze meg, hogy az valamiféle teljes képet nyújtson, amit nyilván nem lehet... Teljes képet nem tud, tehát akkora mozaik falat nem lehet rakni, és ez nem is várható el egy irodalmi műtől. Én úgy képzelem, hogy ez inkább kaleidoszkópszerűen működik, és ahogy az olvasó forgatja ezt a kaleidoszkópot, vagyis a könyvet, újabb és újabb alakzatok rajzolódnak ki, és megint a tükröződésnél vagyunk. Szerintem nagyon sokan látják majd tükröződni a saját történetüket. Rengeteg olvasói sztori is beépült egyébként a könyvbe, és az írók kaptak előzetes kutatást. Én is kaptam egy nagyszerű anyagot Zuglóról, és a saját szövegembe családi történetet is építettem bele, tehát a férjem családjában van egy történet a vészkorszakból, és ezt beleírtam. És a Zugló, akkor hát gondolom ez részben válasz is a kérdése, hogy van személyes kapcsolata, de hogy ez... Igen, ennek a kapcsolatnak a mienségére kérdezni, hogy miért pont Zugló, és hogy mi fűzi a kerülethez? Hát Zuglóban lakom, zuglói díszpolgár is vagyok, és az anyám is Zuglóban lakik, a fiam is Zuglóban lakik. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez már elég indok rá, hogy miért választottam Zuglót, túl azon, hogy nagyon szeretem ezt a kerületet. És nagyon sokféle arca van, tehát hatalmas terület, és vannak egészen kisvárosias részei, vannak falusias részei, és ott van a Stefánia, ami a szívem közepe. Stefánia nekem mindig megidéz valamit a régi Pest hangulatából. Ilyenkor ősszel pedig, amikor ellepik a széles utat a színes falevelek, akkor teljesen olyan, mint egy francia bulvár. És nagyon szeretem a Földtani Intézetet is, a közelében lakom, és nem tudok betelni vele. Egyébként építészetileg is rendkívül izgalmas ez a kerület. Azt még elmondanám, hogy én egy olyan épületben lakom Zuglóban, amelyet Pécsi Eszter tervezett, és ő volt a legelső magyar mérnöknő, aki diplomát kapott a kezébe. Tehát később a férjével, Fischer Józseffel, aki miniszter volt a Nagy Imre kormányban, el kellett menniük 57-ben, és Amerikában telepedtek meg, ahol aztán először Bécsbe mentek, úgy tudom, aztán Amerikába, és ott aztán Pécsi Eszter világhírű lett. Hát innen senki nem jó kedvében megy el, és nem jó kedvében viszi el a tehetségét és tudását külföldre, hanem azért, mert piszkálják vagy nyomás alá helyezik. És ezeket a történeteket, tehát hogy ez egy monumentális kötet lesz, hogy a 23 szerző, 23 terjedelmes írása, ez könyvként, azért ez mégiscsak egy különleges fenomén, hogy könyvként hogyan lehet ön szerint elolvasni, mint egy nagy regényt, és akkor elejétől a végéig végigolvasni a történetet, vagy itt is ez a kaleidoszkópszerűség működik majd, hogy pillanatfelvételeket, mozaikokat kiragadni belőle. Még nem volt a kezemben. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mekkora, milyen súlya van, mennyire lapozható. Én egyébként fegyelmezetlen olvasó vagyok. Noha íróként tudom, hogy mondjuk egy kezdőmondatnak, vagy egy zárómondatnak mekkora jelentősége van, és el is szoktam olvasni mondjuk egy regénynél a kezdő és zárómondatot, de mindig belelapozok, hogy középen vagy találomra felütött oldalakon mit találok. Tehát feltételezem, hogy ezt is úgy fogom olvasni,
hogy nem sorrendben. Most egy kicsit elrugaszkodva hát a Budapest nagyregénytől mindenképpen, a 2021-ben megjelent Bálnadal című kötetéhez térnék egy kis időre. Hát egyrészt azért, mert ez az egyik kedvencem öntől, hát ez mondjuk csak személyes minden. Másrészt viszont azért, mert egy olyan témát is vett föl, ami az irodalomban most már nem, talán nem egyedülálló, de mindenképpen izgalmas fejlemény, a környezetünkkel való együttélés. És bár a címadó vers, illetve a háttér című vers, ami szintén a Bálna és a Bálna énekének történetéhez kapcsolható, akár szimbolikusan a költőre, magára, az irodalomra is érthető, vagy olvasóként így is felfoghatjuk, ugye a Bálna dalát senki nem érti, amit a Bálna énekét senki nem érti, és amikor a szonárok mégiscsak befogják a Bálna dalát, akkor jönnek a halászok, kifogják és felkoncolják a Bálnát, amit, tehát mondom még egyszer, akár az író személyére is vonatkoztathatunk. Viszont ebben mégiscsak van valami olyan rejtélyesség, amit a természet kínál számunkra, és hogy e tekintetben több interjúban is olvastam, vagy több olyan interjút is olvastam, ahol előkerült ha nem is közvetlenül a környezetvédelem, de mégiscsak a környezetünkkel, a természettel való együttélés kérdése, hogy erről az irodalom mit mondhat abban a helyzetben, amikor látjuk, hogy mi történik, egyre melegebbek a nyarak, egyáltalán egyre melegebbek az évek, a klíma és ökológiai válság réme úgy tűnik, hogy ez már nem csak riogatás, hanem a mindennapok valósága, hogy erről az irodalomnak, vagy ezzel az irodalomnak van-e dolga, és mondhat-e úgy érvényesen bármit, hogy ez ne váljon didaktikussá. A kérdése elején a rejtélyes szót használta. Szerintem ez nagyon fontos, és köszönöm, hogy ezt említette. Az irodalomban mindig van titok. Akkor nem válik didaktikussá, hogyha megőrzi ezt a titkot. Tehát, hogyha a szövegben csillámlik valami, amihez közel kell hajolni, mert elsőre nem érthető, nem látható tisztán. Tehát fontos ez a pici titok, valami rejtélyes és megfejthetetlen. Ha az egész üzenet teljesen átlátható, akkor valóban, akkor didaktikus lesz. Biztos, hogy erről kell beszélni, hiszen ez mindnyájunkat foglalkoztat. Két kulcsszó köré csoportosítanám a válaszomat, méltóság és alázat. Ezek nagyon fontos kérdések. Azt hiszem, hogy ami most körülöttünk zajlik, és nem csak Magyarországról beszélnék, Magyarországról is, az nagyon komolyan veszélyezteti az emberi méltóságot, és az emberi autonómiát. Miközben elveszítjük a méltóságunkat, a közben képtelenné válunk bármifajta alázatra. És alázat nélkül nem tudjuk megóvni a környezetünket, és egymást sem. Egyáltalán nem ide tartozik, de közben meg mégiscsak. Ha méltóságról beszélünk, meg kell említenem, hogy emberek tömegei néznek olyan tévéműsorokat, amelyek az emberi méltósággal szórakoznak. És az embereket saját maguktól nem lehet megóvni, tehát én nem állhatok ki, és kezdhetek el kiabálni, hogy könyörgöm, ne nézzetek fiatal lányokat, akik egy vállalkozó ölébe ülnek. Ne bámuljátok ezt a tévében, mert ez a ti méltóságotokat is veszélyezteti. Tehát, hogy ez bűn szerintem. Tehát ilyet nem szabad csinálni. Nem szabad teret adni annak, hogy olyan fiatalok szólaljanak meg, akik kiskoruktól belenőttek mondjuk a vagyonba és a pénzbe, és tökéletesen hiányzik belőlük a szenvedély. Nem vágynak semmire, nincsenek céljaik, teljesen értelmetlen az életük. És ezt emberek tömegeinek mutatni, volt olyan, hogy ez volt a legnézettebb tévéműsor. Most nem mondom ki, hogy melyik. Ez borzasztó veszélyes, és rombolja az emberi méltóságot, és lehet, hogy ők nem tudják, de az ő méltóságukat is rombolja. És ugyanakkor
képtelenné teszi az embereket az alázatra. Alázat nélkül nem lehet megóvni egymást és a környezetünket se, és nem lehet építkezni, nem lehet dolgozni, nem lehet hasznos munkát végezni. Ha ilyen példákat raknak az emberek elé, akkor nem fognak alázatosan burkolni, parkettázni, és végezni a munkájukat, és ami még ijesztőbb és szomorúbb, hogy nem fogják örömüket lelni benne. Nem fogják örömüket lelni a hétköznapjaikban, és abban a munkában, ami egyébként az ő feladatuk. És megint visszatérünk oda, amiről beszéltünk, hogy mindenki elkezd más csinálni, mint a feladata, és elkezd másra vágyni, mint ami az ő helye a világban. Márpedig mindenkinek van helye. Nekem az a helyem, hogy írjak. A lehető legnagyobb alázattal és szorgalommal teljesítsem a feladatomat, és én örömemet lelem benne. De hogyha elkezdenék másra vágyni, akkor kiveszne az öröm a munkámból. Tehát, hogy borzasztó fontosnak tartom, hogy visszatérjünk a méltósághoz és az emberi autonómiához, és azt gondolom, hogy egy autoriter társadalom az fokozatosan felszámolja ezt. És az, ami velünk történik Magyarországon, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez a mi egyéni tragédiánk, de ez mind beleilleszkedik abba, ami a világban zajlik. Tehát ez nem egy puzzle-nak a sötét, fekete darabja, hanem része egy most zajló folyamatnak. És ezt nem tudjuk megváltoztatni, és hülyeség és nevetséges is volna, hogyha egy író azt gondolná, hogy majd én ezen változtatok. Csak pici egyéni döntések sorozatával tudunk aprókat pöccinteni az irányon. A koronavírus járvány idején sokszor elhangzott, hogy ez végre egy olyan esemény, ami talán alázatra, ha már az alázatnál tartottunk, alázatra kényszerítheti talán az emberiséget, és véget ért a járvány, vagy hát többé-kevésbé véget ért, és azt látjuk, hogy nem így történt. Hogy akkor... Nem tanultunk semmit. Igen, ez lett volna a kérdésem. Nem tanultunk semmit, tehát abban a pillanatban, hogy vége lett, ugyanoda tértünk vissza. Ugyanoda tértünk vissza, nem tanulunk semmiből. És ez mondjuk, hogyha a történelmi távlatokba helyezzük, akkor hát legalábbis nem sok jót ígér, vagy igen, pont ez a kérdés, hogy akkor ebből előre tekintve, hogy egy olyan, hát talán ezt még ne nevezzük kataklizmának, ami a koronavírus járvány, de mindenképpen egy megdöbbentő esemény, hogyha ilyen sem bírja rá az embert arra, hogy változtasson az élet, ugyanakkor elképzelhető olyan, amitől egyszer csak majd rádöbbenünk, hogy ez így nem mehet, vagy addigra már késő lesz. Én azért látok pozitív dolgokat is. Tehát egyre több ember változtat a fogyasztási szokásain. Én azt is látom, hogy ez nemzedéki dolog. Tehát akik most kezdik az életüket, fiatalok, azok sokkal tudatosabban vásárolnak, fogyasztanak, figyelnek a környezetükre, megváltozott az állatokhoz való viszonyunk is, tehát nem gondoljuk már azért, hogy az állatoknak kizárólag az a feladatuk, hogy szolgáljanak bennünket, és ellássanak mondjuk élelemmel egyébben. Tehát, hogy én azért látok pozitív dolgokat, ez nyilván nem fogja megváltani a világot, de az írónak pedig az a dolga, hogy mindezt valahogy történetekkel támassza alá, és rögzítse, és lehetőleg jegyezzen-e minél többet abból, ami történik. És írjon szépen, játszon, mint a zenekar a süllyedő Titanikon. Hát lett volna még pár kérdésed, de ez olyan szép lezárás, hogy akkor szerintem itt függesszük is fel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon köszönöm én is a kérdéseit. És önöknek köszönjük a figyelmet, és ahogy az elején is elmondtam, ha tehetik, akkor fizessenek elő a lapra, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon, és nézzék a Kultúrtájat legközelebb, és nagyon szépen köszönjük.